Ha felújítanák, biztos, hogy nagyon jó volna, mert rontja a város képét. Itt a központban ez igazán egy elég csúnya színfolt volt. Nagyon örülünk neki, hogyha felújítják. Hát, hogy ne potyogjon rá az emberekre. Meg hát ne így nézzen ki, ma egy város itt van, akkor már ne így nézzen ki egy épület. És azt esetleg tudja körülbelül, hogy mióta van rajta ez a burkolat? Körülbelül 30 éve. Fogalmam nincs, de már nagyon-nagyon régóta. Ez az épület már korábban elkészült. Valamikor az AFIS elődje, jogelődje az FMS 1946-ban jött létre, országszerte falusi kereskedelmet, mezőgazdasági termeltet is szervezték. Folyamatosan erősödött, hát először a Pári Szövetkerte Egyesült, majd megerősödve a 1950-es években már több üzlete volt, és itt ennek az épületnek a helyén egy hangya épület volt, hangya szövetkertnek az épület, amit megkapott annak idején a szövetkert, és 1954-ben került sor arra, hogy azt az épületet lebontsák, és ezt az áruházat itt felépítse saját erőből a fölműves szövetkert. Ez az áruház akkor modernnak mondható volt, mert Dunántúl első szövetkereti emeletes áruháza, hát nem így nézett ki, mint most, hanem az akkor az áruprofilja nem ruházott volt, mint jelen pillanatban, ahogy működik, hanem akkor mindenféle árucikk volt benne. Tehát volt benne élelmiszer részleg, volt benne ruházat, volt benne kultúrcikk, játék, papírírószer, minden itt található volt akkor. És gyakorlatilag ez az épület működött folyamatosan, aztán a 60-as években már szakosodott a kereskedelem itt a másikban is, és sorba kiváltak a különböző árucsoportok. Hát a 60-as évek elején volt az, amikor a önkiszolgálás országszerte elterjedt, itt is nyitott egy önkiszolgáló élelmiszer volt itt a szomszédban, az iskola mellett ott működött hosszú ideig. 1980-as évek elején egy erős politikai támadás érte akkor a Záfészt, akkor már Áfésznek mondható, hogy már pedig építsünk egy mozgólépcsős áruházat, építsünk például 2000 adagos konyhát a termálfürdő területére. Nyilván volt egy karakán vezetője akkor a Záfésznek, úgy hívták, hogy Klein István, aki kiállt amellett, hogy gazdaságos működtetéshez nem szükséges mozgólépcső áruház, és nem szükséges 2000 adagos konyha sem. Így az épület maradt továbbra is, tehát ellenállt az ilyen politikai nyomásnak. És igaza lett, mert ma már az élet beigazolta, hogy emellett és áruházat Nyugat-Európában sem, de Magyarországon, ahogy a multik a 90-es években bejöttek, senki nem épít emellett és áruházat. Hát akkor az menő dolog volt, hogy mozgó lépcsős áruház legyen, de ennek nem lett elegettéve, és így az az elképzelés maradt, hogy ez már akkor egy olyan, hát 54 óta, már ugye 81-ben lett borítva, ez egy eloxált alumínium burkolat volt, hogy legalább külsőleg legyen az akkori idők szerint modernnek mondható volt. Hát a budapesti Korvin áruház mintájára lett egyébként beborítva ezzel a szürke eloxált alumínium, ami igen sokba került, és hosszú éveken át ez így működött. Hát nyilván volt, aztán később megint csak ilyen politikai nyomás, hogy a rendszerváltás utára gondolok már, amikor is voltak olyan képviselők, akik hát szerettek volna itt nagyot alkotni, hogy már pedig bontsa le a szövetket, ezt a burkolatot is, csak hát akkor olyan válságos helyzetben volt a szövetket, lenni vagy nem lenni, pénz alig volt, tehát mindig a legfontosabbra kellett, ezzel tulajdonképpen a gazdaságosság semmit nem javult volna, most sem fog egyébként azzal, hogy lemondják, de más a külső, érthető most már az utáját. Közel 25 év, ez az ügy megtörtént. Úgyhogy most már éppen időszerű volt, hogy szépen korszerűsítse a mostani Kopka ZRT.